Átadták Ballószögön a kis csillagbölcsödét és a hozzátartozó főzőkonyhát. Összegyűltek a város legfontosabb civil szervezetei. Együttműködési megállapodást írt alá a híres Agóra és a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kecskeméti Televízió híradóját látják péntek este 19 órakor. Új intézménynek örülhetnek a ballószögi kisgyermekes családok. Ma délután átadták a kis csillagbölcsödét. Az 550 négyzetméteres épületben két csoportszoba van 28 férőhelyel. Emellett egy főzőkonyhát is kialakítottak az épületben a belügyminisztérium támogatásával. Új csoportszobák és új játékok fogadhatják hétfőn, azaz a 2023-as nevelési év első napján a kis csillag bölcsödébe járó gyermekeket, a modern felszereltségű, ugyanakkor hagyományos stílusban épült intézményt ma avatták fel Ballószögön. Az ünnepség a gyermekek előadásával kezdődött, majd az intézmény vezetője Máténé Nyúl Éva köszöntötte a vendégeket, ezt követően Rideg László, a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés elnöke, majd dr. Dukai Miklós önkormányzati államtitkár méltatta azt az összefogást, amelynek köszönhetően felépült a bölcsöde. 2015-6 körül kitűztük célul, hogy egy új bölcsödét szeretnénk építeni, és akkor az is cél volt, hogy itt a központba helyezkedjen el. Ugye ez egy régi bácsvizes vízműtelep volt, egy víztoronya, annak elkezdődött az elbontása, és akkor utána történt meg az építés, 2022-re tulajdonképpen már állt az épület. Ezt követően a bútorok és konyhai berendezések közbeszerzései miatt még várni kellett, de megérte. A telek adottságai miatt az épület inkább hosszúkás lett, specialitása pedig, hogy helyet kapott benne egy konyha. A bölcsöde kivitelezése 339 millió forintos topos forrás és uniós támogatás segítségével kezdődhetett el. 76 millió forint örészt tettünk hozzá, és van konyha technológia része, az eszközök, gépek beszerzése, az pedig a belügyminisztérium egyedi kormánydöntés alapján támogatta, ugye az iskolai ebédlő és annak tárolókonyhája, illetve a főzőkonyha, ugye ez egy 100 millió forintos beruházás volt. Az 550 négyzetméteres épületben két csoportszoba van, külön mosdókkal és bejáratokkal. Az emeleten az irodák és az egyéb szolgálati helyiségek, illetve a gépészet kapott helyet. A bölcsőde 28 gyermek ellátására alkalmas, abban az esetben, ha nincs köztük két évesnél fiatalabb. A település számára az is fontos, hogy az intézménnyel 12 új munkahelyet teremtettek. Összegyűltek a város legfontosabb civil szervezetei a mai napon a Szent István szobor előtti téren. Ma rendezték meg ugyanis a 15. civil korzót Kecskeméten. A programban bemutatók, kulturális műsorok, kóstolók és kézműves foglalkozások is szerepeltek. Sokszínű programok, színes kavalkád, újra a Szent István szobor előtti téren. A városi civil kerekasztal idén is megszervezte a civil korzót, ahol a sokszínű programokon keresztül ízelítőt kaphatunk a város civil életéből. A 15. civil korzó megnyitóján dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselő köszöntötte az egybegyűlteket, aki kiemelte, a város életében nagyon fontos szerepe van a civil szervezeteknek. Nagyban segíti a mindenkori városvezetés munkáját és a civil szervezetek, hiszen olyan problémákat tudnak megoldani, ahova a politika nem tud elérni, de nagyon fontos az is, hogy a civil szervezetben tevékenykedő emberek is nagyon sok esetben olyan célt találnak, idősebbek esetén nyugdíjas korban is, olyan célt találnak, ami ki tudja tölteni az idejüket, és teljesebb életet tudnak élni. Jánosi István tanácsnok önkormányzati képviselő köszöntőjében elmondta, a civil szervezetek nagy mértékben segítik az önkormányzat munkáját. Fontos, hogy a lakosok megismerjék az egyes szervezetek, egyesületek tevékenységét. Kecskeméten komoly civil háló működik, a civil szervezeteket fogja össze a városi civil kerekasztal. A szervezeteknek és az egyesületeknek ugye az a feladata, hogy összevonjuk és felpesdítsük egy kicsit Kecskemétnek a lakosságát, és bevonjuk, ezért nagyon sok civil szervezet többféle programmal készült. Szeretjük, vagy szeretnénk bevonni minél több polgárt ide a Kecskemét életébe, ezért jött létre ez a korzó, civil korzó.
A városi civil kerekasztal azzal a céllal rendezi meg a rendezvényt, hogy bemutassa a különböző szervezeteket, színes palettát kínálva azoknak, akik szívesen részt vennének egy-egy szervezet munkájában. A civil korzó gesztora a Magyar Máltai Szeretett Szolgálat kecskeméti csoportja. Most itt koncentráltan van itt mindenki, és a város lakossága, ahogy mondottam, volt bepillantást nyerhet abba, hogy milyen sokszínű ez a civil együttműködés. És meg szeretném ismételni, hogy a rejtett célja az minden évben az, hogy minél több polgár ismerje meg ezeket a szervezeteket, és ha lehet, akkor csatlakozzanak valamelyikhez. Vagy hozzanak létre újat, azt is szabad. A 15. civil korzó megnyitóján okleveleket adtak át azon szervezetek képviselőinek, akik 15 éve töretlenül, szívvel, lélekkel részt vesznek a városi civil együttműködésben. A rendezvényen bemutatkoztak a városi civil kerekasztal tagszervezetei, majd jubileumi séta, kiállítások és színpadi produkciók is szerepeltek a rendezvény kínálatában. Az eseményen került sor a kisasszony napi terményáldásra is. Együttműködési megállapodást írt alá a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ, valamint a Bácskiskun vármegyei rendőrfőkapitányság, melynek apropója a Kecskeméti Metropolis bűnügyi filmfesztivál. Az együttműködés és a filmfesztivál célja a népszerű bűnügyi filmalkotások bemutatásán túl a bűnmegelőzés támogatása. A jövőben együttműködik a bűnmegelőzés jegyében a Hírös Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ, valamint a Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányság. Elsősorban a fiatal korosztály megszólítására koncentrálnak. Az együttműködési megállapodást sajtótájékoztató keretében ma írták alá. Egy kulturális intézménynek különösen nagy felelőssége lehet, hogy ezekhez olyan lehetőségeket nyújtson, amelyek kulturális téren olyan ajánlatok, melyek szokásjogokat változtathatnak, meg lehetőségeket nyújthatnak fiataloknak hasznos időtöltésre. Tehát valójában ez egy komplex stratégiai kérdés. Van megközelítve. Fiatalokhoz szólunk elsősorban, de bízunk benne, hogy azok a fiatalok, akiket megszólítunk, hatással vannak szüleikre, esetleg nagyszüleikre is. Bartad úr hozzátette, olyan innovatív rendezvényeket szeretnének megvalósítani, amelyek felkeltik a fiatalok figyelmét. Az együttműködés apropója és egyben első eleme az Otthon Mozi 4 napos Metropolis bűnügyi filmfesztiválja, melynek célja a népszerű bűnügyi filmalkotások bemutatásán túl a bűnmegelőzés támogatása, a rendőrség szerepének bemutatása, a bizalom erősítése a lakosság irányába. A Bács-Kiskun vármegyei rendőrfőkapitányságnak köszönhetően rendőrségi szakmai program társul a fesztivál programjához, ahol a fiatalok és a családok igazi bűnesetekkel ismerkedhetnek meg, kecskeméti bűnesetekről hallhatnak, de a bűnözők nyelvhasználatáról is lesznek előadások. Az együttműködés fő célja, hogy megtaláljuk azokat a kapcsolódási pontokat, amelyekkel a fiatalokhoz tudunk szólni, el tudjuk juttatni azokat az üzeneteket, amelyek segítenek bennünket abban a célunkban, hogy minél kevesebben váljanak áldozattá. Ebben azt gondolom, hogy a Híres Agóra nagy segítségünkre tud lenni. Csenkiné Túri Edit, az Otthon Mozi vezetője, a filmfesztivál ötletgazdája elmondta, idén először szervezik meg a filmfesztivált, korábban bűnügyi napok voltak, amikor még nem nevezéses alapon állították össze a műsort. Ebben az évben magyar vagy magyar koprodukcióban készült alkotásokkal lehetett jelentkezni 3 kategóriában. A nevezés szeptember 7-én lezárult, 11-én hétfőn hozzák nyilvánosságra a programot. A film az mindig egy jó kapcsolódási pont, bármilyen témához nyúlunk, így a krimi, a bűnügyi filmek, a thriller, illetve a bűnüldözés, a bűnmegelőzés kapcsán is. Nem feltétlenül pedagógiai célú maga a fesztivál, hanem inkább műfaji, és a műfaji filmek, minőségi műfaji filmek bemutatására törekszünk, viszont egy nagyon jó kapcsolódási pont. A filmfesztivál 4 napján számtalan interaktív kísérő rendezvény, színes családi nap, kiállítás, könyvbemutató is várja az érdeklődőket. A vetítésekhez közönségtalálkozó is társul. A Metropolis bűnügyi filmfesztivál szeptember 21-e és 24-e között várja az érdeklődőket. Jubileumi idényt kezdett meg pénteki tanévnyitó ünnepi műsorával Kecskeméten a TST Dance Studio. Az ebben az évben 20 éves hip-hop és break tánciskola városunkban 110 gyerek, fiatal és felnőtt táncossal kezdte meg az új szezont. Toborzással egybekötő tanévnyitót tartott a TST Dance Studio pénteken.
Az ebben az évben 20 esztendős, break és hip-hop táncra specializálódott iskola 110-es tagsággal kezdte meg a friss idényt, s ilyenkor évadnyitó rendezvényükön a meglévő fiatal táncosok mellett kedvcsinálóként az új jelentkezőknek is bemutatkoznak. Ebben az esztendőben egy kiemelkedő eredmény is a tánciskolára irányítja a figyelmet, hiszen a TST Dance Studio 6 éves büszkesége Duka Viktória világbajnoki címmel gazdagította az intézmény büszkeségfalát. Váci Nikolett, a TST Dance Studio vezetője az eseményen elmondta, nehéz éveken vannak túl a Covid megjelenését követően, de továbbra is teszik a dolgukat a város táncművészetéért. Igazából maga a TST mindig is a város szívében volt, és remélhetően még sokáig itt is lesz. Szerintem az egyik legaktívabb iskola vagyunk, tényleg mindenhol szoktunk lenni, ahol lényeges fellépések vannak. Az évnyitón a tánciskola minden csoportja bemutatkozott, a legkisebbektől a legnagyobbakig. A belépőkorú 5-6 éves korosztály mellett ez alkalommal megmutatta tudását a felnőtt hobbi csoport is, amely 4 éve úgy jött létre, hogy a fiatalok szülei, látván a produkciókat, maguk is kedvet kaptak a tánctanuláshoz. A sok korosztályos csoport kezdő, haladó és profi szinten is képviselteti magát a TST Dance stúdióban. Nem csak a TST-nek fontos a város, Kecskemét is legalább ekkora becsben tartja ezt a sikeres tánciskolát. Szemereiné Pataki Klaudia polgármester képviseletében Nemcsik Mátyás önkormányzati képviselő köszöntötte a megjelenteket az évadnyitón. A képviselő méltatta az iskola 20 éves áldozatos munkáját, amit egyaránt végeznek a táncművészet, a sport és a mozgás terén. Itt, hogyha körbenézünk, ugye mögöttünk látható érmek, kupák és a büszkeségfal, ami itt van körülöttünk, rengeteg történetet mesél el, és hát rengeteg eredményt is láthatunk magunk mögött. És én úgy gondolom, hogy fontos az, hogy ezeket a szervezeteket, akik itt Kecskeméten tevékenykednek már egy jó ideje, azokat kiemelje a város, és melléjük álljon, és mindenféle támogatást megadjon nekik. Nemcsik Mátyás hozzátette. Azt kívánják a TST Dance stúdiónak, hogy továbbra is hozzák azokat a szép eredményeket, amelyeket eddig is felmutattak. S hogy merre tovább? Váci Nikolett minimális elvárása szerint továbbra is tartják a szintet, de szeretnének minél több európai és világbajnokságra kijutni ebben az idényben is. S mivel a breaktánc olimpiai sportággá nőtte ki magát, az iskola vezető legfontosabb céljaik között kiemelte, az új generációból szeretnének olimpikont is nevelni. Péntek délután tartották az MBA üzleti mesterképzés diplomaátadó ünnepségét a Kecskeméti Neumann János Egyetemen. A kampuszon megrendezett ünnepi eseményen 37 hallgató vette át diplomáját. A kampuszon rendezték meg péntek délután a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi karának MBA diplomaátadó ünnepségét. A 37 végzős hallgatót, akiket a diplomaátadóra elkísértek büszke családtagjék is, az egyetem elnöksége köszöntötte és búcsúztatta. 2 év kemény munkájának megkoronázása volt az ünnep, melyen elsőként dr. Habil Fülöp Tamás mondott beszédet. A rektor elmondta, ez a mesterdiploma és vele az elmúlt 2 év során megszerzett szakmai tapasztalatok, kiemelkedő minőséget és hosszú távú sikerességet, versenyképességet biztosítanak. Kiemelte az MBA képzés igazi égköve a Neumann János Egyetem gazdaságtudományi karának. A most végzettek ezzel a valóban értékes diplomával a kezükben sokkal magabiztosabban, felkészültebben és felelősségteljesebben tudnak elindulni a szakmai sikerek a karrierépítés útján. Az MBA szakon végzett hallgatóktól társuk Kis Beatrix köszönt el. A megható, mégis humoros beszéd után következett a külön díjak átadása, az egyetem ugyanis minden évben külön díjazza a kimagasló tanulmányi teljesítményt. Az oktatói beszédet Pázmándi Kinga, a gazdaságtudományi kar egyetemi docense mondta, aki a teljesítmény az egyensúly és az ünnep hármasára építette köszöntőjét. Hangsúlyozta mindaz, amivel egyetemi tanulmányaik során igyekeztek felvértezni a hallgatókat, igen jól hasznosíthatók a civil életben is. Következett a diplomák átadása, az ünnepi eseményt pedig dr. Kárpáti József dékán beszéde zárta, aki azt kérte az ünnepeltektől, soha ne felejtsék el azt, hogy még van mit megtudni a világról. A tudás szomjoltásának soha nincs vége. Továbbra is tartsanak lépést azzal, ami körülöttük történik. Egy vidám zenés bábos fagyis délutánra várja a gyerekeket a Ciróka Bábszínház szeptember 10-én vasárnap a Fültéri Lucakútnál. Találkozhatnak a társulat tagjaival, bepillantást nyerhetnek abba, hogyan születik meg egy előadás, majd egy mesekoncerttel ajándékozzák meg a nézőket.
Szeptember 17-én indul a Ciro Kabáb Színház új évada, amit most vasárnap indítanak el egy hangulatos találkozóval a Főtéri Lucakútnál. A program 15 órakor kezdődik, amikor a Báb Színház kulisszatitkaiba pillanthatnak be kicsik és nagyok. A színészek segítségével kipróbálhatják, hogyan kelnek életre a bábok. 16 órától Ágoston Béla és Danny Bain mesekoncertjére várják az érdeklődőket. A vicces történeteket mulatságosabbnál mulatságosabb hangszerek kísérletében ismerhetik meg a gyerekek. A koncert után a résztvevők között 3-3 családi belépőjegyet sorsolnak ki az évad 4 új előadásának ünnepélyes bemutatójára. Akik pedig szeptember 10-ig jegyet váltanak az évad első vasárnapi előadására, a kenyérből kert mesére, fagyijedet kapnak ajándékba, melyek vasárnap délután 15 és 17.30 között a helyszínen vehetők át, és a Főtéri Fodor cukrészdában válthatók be szeptember 17-ig. Őszköszöntő családi napot rendeznek a kecskeméti vadaskertben szeptember 10-én vasárnap. A mottójuk hagyományi a természet ölén. A kecskeméti vadaskert látványetetésekkel várja a családokat. Megtudhatnak minden érdekes információt az ormányos medvékről, Jézus makákokról, dámszarvasokról, kapucnis majmokról, valamint az ázsiai törpevidrákról. Emellett a kicsik megetethetik a csacsikat, lámákat és pónikat. Vasárnap bűvésztrükkökkel, ugrálóvárakkal és ajándék arcfestéssel szórakoztatják majd a gyerekeket a családi napon. Végezetül pedig fellép majd a vadeskert belső színpadán a Veronika zenekar. A kecskeméti vadeskert ugyanis egy családi programmal szeretnék köszönteni az őszt. 5 gólos győzelmet aratott tegnap este a Messzi István sportcsarnokban a Skorgol Kecskemét futszál alakulata a Magyar Futszál Akadémia ellen az NB1 5. fordulójában. 5 lőtt és 0 kapott góllal zárta a Skorgol Kecskemét futszál a Magyar Futszál Akadémia ellen vívott bajnoki mérkőzését tegnap este a Messzi István sportcsarnokban. Márko Gavrilovics sportigazgató értékelésében felidézte, a debreceni siker után azt hittük, hogy végre egyenesbe kerültünk, ám az élet sok problémát gördített elénk, voltak sérülések, betegségek is. Mindenki nagy áldozatokat hozott a mai sikerért, és úgy gondolom, hogy ez adott nekünk plusz erőt, fogalmazott a meccs után. A Skorgol 2 játékosa utazik most el Vietnámba a válogatottal. Márko Gavrilovics hangsúlyozta, folytatjuk a következetes és kemény munkát, hogy ne zökkenjünk ki a győzelmi ritmusból. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit, még egyszer röviden. Átadták Ballószögön a Kis Csillag bölcsödét és a hozzátartozó főzőkonyhát. A projekt keretében egy új bölcsödei intézmény került kialakításra 2 bölcsödei csoporttal, melyek férőhely száma egyenként 14, összesen 28 fő. Összegyűltek a város legfontosabb civil szervezetei. Ma rendezték meg ugyanis a 15. civil korzót Kecskeméten. A programban bemutatók, kulturális műsorok, kóstolók és kézműves foglalkozások is szerepeltek. Együttműködési megállapodást írt alá a Híres Agóra, valamint a Bács-Kiskunvár megyei rendőr főkapitányság, melynek apropója a Kecskeméti Metropolis bűnügyi filmfesztivál. Az együttműködés és a filmfesztivál célja a népszerű bűnügyi filmalkotások bemutatásán túl a bűnmegelőzés támogatása. Jubileum idén kezdett meg tanévnyitó ünnepi műsorával Kecskeméten a TST Dance Studio. Az ebben az évben 20 éves hip-hop és break tánciskola városunkban 110 gyerek, fiatal és felnőtt táncossal kezdte meg az új szezont. Önök a híres híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták, hamarosan kezdődik a kiemelő. Mai magazinunkban vendégünk lesz Csernák Krisztina egészség szakpszichológus, aki nemrégiben a Keri Csodanődíj csendes hősnő kategória nyertese lett. Ezt követően beszámolunk arról, milyen különleges megállapodás született a Metropolis Filmfesztivál kapcsán, végezetül pedig több érdekeset is megtudhatnak a rákosi viperákról. Olvassák és nézzék hírportálunkat, a címe híres.hu. A híres híreket 20 óra 30 perckor és 22 óra 30 perckor, éjszaka a képújság idejében 2 óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. De ezen kívül a kecskeméti tv.hu weboldalon bármikor ismét megtekinthetik.
A Hét című heti hír összefoglalót szombat és vasárnap 19 órakor, illetve vasárnap és hétfő reggel 7 és 9 órakor láthatják. Friss hírekkel legközelebb, tehát hétfőn este 7 órakor várjuk Önöket. Én köszönöm egész heti figyelmüket kollégáim nevében is. További szép estét kívánok, viszontlátásra! Szombaton derült, napos idő lesz csapadék nélkül. Mérsékelt marad az észak-keleti-keleti szél. Hajnalban 12 fokot, napközben 29 fokot mérhetünk. Vasárnap is marad a derült, napos idő csapadék nélkül. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 10 és 20 fok. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 29 fok között alakul. Hétfőn szintén derült, napos idő valószínű csapadék nélkül. Helyenként megélénkül a déli szél. A minimum hőmérséklet 10 és 16, a maximum hőmérséklet pedig 22 és 30 fok között várható majd.